Üdvözlünk mindenkit a 19. heti érdekességekkel, ugyanis rengeteg info érkezett a FIFA 13-ról, az Arma 3-ról, sőt, még a Criterion is úgy néz ki, hogy dolgozik valamin, de a részletekig még egy csomó rövid híreken túl kell esnünk, úgyhogy kezdjük is! Napokkal ezelőtt a Ubisoft bevallotta, hogy bizony annak idején az Assassin's Creed-et nem egy külön franchise-nak szánta, hanem csupán a Prince of Persia egy mellékágának, ám addig tápolták az anyagot, míg egyszer csak megállt a saját lábán. Azt hiszem, így jobban is jártunk. Az Xbox.com végre lerántotta a leplet a South Park szerepjáték alcíméről, ami találóan The Stick of Truth lett. A mesehumorával felruházott játék PC-n és nagy konzolokon fog megjelenni, remélhetőleg még 2012-ben. 13 éves működés után a FlyPlanet bezárta kapuit. A legnagyobb PC-s letöltő oldalként rengeteg felhasználó gyűjtött maga köré az IGN által jegyzett site. A vezetők bevallása szerint a koncepció fölött már eljárt az idő. Bizony lekési a júniusi megjelenését a Ratchet & Clank trilógia. A PlayStation 2-es klasszikus program felújított HD-s és persze 3D-s változatát az utómunkálatok miatt csúsztatják. Remélhetőleg az öreg kontinensre még az ősszel ellátogat a csomag. A Square Enix felfedte azoknak a játékoknak a címeit, amikkel ellátogat az idei E3-ra. A teljesség igénye nélkül pedig az új Tomb Raiderről, Hitmanről, Final Fantasyről, valamint a Sleeping Dogsról van szó. Az idei Electronic Entertainment Expo június 5-én kezdődik Los Angelesben. A Sonynál már készül is a Killzone folytatása, legalábbis egy anonim informátor által kiszivárogtatott szövegrészlet alapján egyértelműen erre lehet következtetni, mely szerint a korábbi elbukott főgonosz lánya veszi át a főellenség stafétáját. Végül csak megértük a Harley Quinn DLC megjelenési dátumát, ami május 29-e lesz PlayStation-on, míg Xboxon május 30-a. A Rocksteady állítása szerint Quinn ereje és gonoszsága felér majd Jokerével, hiszen nincs veszélyesebb egy bosszú szomjas nőnél. Május 15-től elérhető lesz a PC és PlayStation felhasználóknak is a Spec Ops The Line demo verziója, amit az Xbox Live előfizetők már a napokban megkapnak. A teljes játék június 29-én érkezik PC-re és nagy konzolokra. Május 23-án érkezik a PlayStation 3 felhasználóknak egy újabb varázslós őrület, a Sorcery, amiben ugyan a sztorizgatást nem erőltették túlzottan, de a humoros cselekmény és az egyszerű feladványok helyettesítik a mély történetmesélést. Steamen már előrendelhető az LMV-k mellékága is, mindössze 19 euróért és 59 centért, ami egy egész zseppénzbarát ajánlat, és még csak éveket sem kell várnunk rá. A Stainlessnek már csak egy hónapja van arra, hogy összegyűjtse a 400 ezer dollárt a Carmageddon folytatására, a Reincarnation-re a Kickstarteren. A cím egy igazi klasszikus, nem valószínű, hogy nagy problémát jelent majd ezen jelképes összeg elérése. Bár mikrotranszakcióról még nincs szó, de az már biztos, hogy a Serious Sam HD multiplayer módja felölti magára a free-to-play modellt, és a jelenlegi információk szerint mindenféle megkötés nélkül vethetjük bele magunkat az agyament játék több szereplős módjába. Mint ahogy azt már az év elején említettük, a Bohemia Interactive készíti az Arma 3. részét. A teljesen PC-exkluzív program az év végén kerül a boltok polcaira, eddig még sosem látott realisztikával. A franchise mindig a sajátos hangulatáról volt híres, és a harmadik résszel sem lesz másképpen. Ha csak a negyedét elhisszük a Bohemia eddigi információinak, már akkor egy olyan programképe alakul ki bennünk, ami tökéletesen prezentálja majd az igazi háború élményét a képernyőink előtt. Az elemzők bizony kivesézték a Black Ops 2-t és a programra aggatott elvárásokat. Egyesek szerint a széria új játékával akár darabokra is törhet a COD karrierje, főként a dobozos eladások miatt. Vannak olyanok is, akik szerint újabb rekord fog születni az Activision berkein belül, és a Black Ops első részének az eladásait is meg fogja haladni a novemberben megjelenő folytatás. Michael Pachter szerint rekord ugyan nem fog születni idén, de a Black Ops 2 nagyjából azonos eladási rátát fog felmutatni, mint a tavaly megjelent Modern Warfare 3. Azonban minden elemző egyetért abban, hogy egyetlen tényező marad, ami keresztül húzhatja a számításaikat, ez pedig a Medal of Honor Warfighter. A Criterion Games újfent egy tripla A kategóriás autós őrületen dolgozik, még ha biztosan nem is lehet tudni, hogy melyik cím folytatásába fogtak bele. Az utolsó projektjük után rengetegen temették a csapat hírnevét, hiszen a Burnout Crash ugyan szórakoztató program volt, de az előtte felállított lécet még véletlenül sem ért el.
Két cím jöhet szóba ezúttal a Criterion gyűjteményéből, ez pedig vagy a Burnout újabb teljes értékű darabja, vagy egy újabb Need for Speed. Bármelyikre is esett a csapat választása, mindenképpen jól járunk vele, ha csak nem egy újabb baklövést igyekeznek elkövetni. Michael Ankle egy videó interjúban bejelentette, hogy padlógázra kapcsoltak a Beyond Good and Evil 2-vel, mivel úgy nyilatkozott, hogy jelenleg a fejlesztés legaktívabb szakaszában tartanak a 2008-ban bejelentett játékkal, de még mindig nem biztos, hogy a program 2013-as évben megjelenik. Szeretnék a tőlük telhető legjobbat hozni, de mivel csak a következő generációra fejlesztik, így ki kell várni, hogy milyen lehetőségek rejlenek majd az új hardverekben. Az ősszel megjelenő FIFA 13 úgy néz ki, hogy rengeteg újdonságot fog majd hozni a rajongóknak. Egy teljesen új, fejlett mesterséges intelligenciát kapott a program, és a fizika is részben átalakult, sokkal realisztikusabb labdamozgást és labdakezelést láthatunk majd a képernyőinken, mint az előző epizódokban, és a játékosok ütközését is ehhez igazították. Az animációkkal is eljátszadoztak a készítők, így a gólörömtől ugráló játékosok már nem fognak negyed vagy fél mozdulatokat végezni, hanem be is fejezik a táncukat. Eddig csak pletyka szinten tudósítottunk a Company of Heroes második részéről, azonban a napokban a THQ megerősítette a projektet. A szovjetek irányítása lesz a feladatunk, hogy a második világháború jelentősebb helyszínein felvegyük a harcot a németek ellen. Greg Wilson a játék producere azt nyilatkozta, hogy a játék teljes mértékben felér majd az előtthöz, sőt a legtöbb aspektusában felül is múlja azt. A környezet teljes mértékben rombolható lesz, a Relic által készített Essence 3.0-ás motor pedig remek látványvilággal kápráztatja majd el a játékosokat. Az IO Interactive bejelentését és a meglepetés erejét bizony keresztül húzta a Game Informers. Nevükhöz híven az IO előtt informálták a játékosokat a Hitman Absolution Sniper Challenge-ről, ami egy exkluzív előrendelői bónusz lesz a játékhoz. Ebben a módban letesztelhetjük mesterlövész képességeinket a küldetések során, amelyről nagy eséllyel még internetes ranglista is készül, és emellett még a fegyverünk fejlesztésére is nyílik majd lehetőség a Sniper Challenge-ben. A Portal 2 eladásai elérték a 4 milliós példányszámot, ezt megünnepelvén a Valve piacra dobta a Perpetual Testing DLC-t, amiben lehetőségünk lesz saját feladványokat, pályákat készíteni, majd azt a Steam Workshopban a többi játékossal megosztani. A DLC mellett egy őrületes akció is elérte a Steamet, a Portal sikerének hála, a teljes Portal Bundle Pack 6,5 euróba kerül, a DLC pedig teljesen ingyenes. Yeah, örüljünk, mulassunk, Portal 2-ből 4 millió, ellenben Half-Life 2 epizód 3-ból 0. Hát ezzel meg is köszönném figyelmeteket, készülünk a 19. hét második részére, hamarosan jövünk, sziasztok!